Szép jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az utóbbi napokban furcsa, érdekes hírek láttak napvilágot. Ezek a hírek arról szóltak, hogy a NAV vizsgálódni kezdett Habony Árpád és Szijjártó Péter vagyonosodása körül. Az egyik ilyen levélnek én magam voltam a címzettje, a NAV központi hivatalától érkezett a levél, amelyben arról tájékoztatnak, hogy megteszik a szükséges intézkedéseket Szijjártó Péter vagyonosodása kapcsán. Ugyanakkor világossá kell tenni, hogy végtelenül szomorú az a tény, hogy ezek a hírek furcsának, érdekesnek számítanak hazánkban, hiszen az adóhivatalnak mindig, minden körülmények között legjobb tudása szerint kellene ellenőriznie az igazolatlan mértékben vagyonosodó magyar polgárokat, és leginkább az igazolatlan mértékben vagyonosodó politikusokat. Sejteni véljük, hogy a most indult vizsgálatok mögött a kormányfővel háborúskodó oligarchához, Simicska Lajoshoz köthető Vida Ildikó áll. Nem véletlen, hogy a sajtó által már belengetett kirúgás előtt kezdte el vizsgálni Habonyt és Szijjártót. A demokratikus koalíció éppen ezért, kihasználva a ritka pillanatot, amikor az adóhivatal végre érdemben dolgozik, vagyonosodási vizsgálatot kezdeményez Orbán Viktor, Lázár János és Mészáros Lőrinc magyar állampolgárok ellen. Szerintünk sajnálatos, hogy a korrupt hatalmi csoportok közötti bandaháború kell ahhoz, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végre rendesen végezze a dolgát. Ugyanakkor ez a vagyonosodási vizsgálat válaszokat adna arra, hogy Orbán Viktor, Lázár János és Mészáros Lőrinc milyen mértékben és hogyan vagyonosodott az elmúlt években. A demokratikus koalíciót rendkívül érdekelné, hogy miből gazdagodott meg Orbán Viktor magyar állampolgár, aki egyébként történetesen Magyarország miniszterelnöke, oly mértékben, hogy a fizetése ezt nem igazolja. A demokratikus koalíció évről évre összegezte egyébként Orbán Viktor vagyonnyilatkozatait, indítottunk is már korábban vagyonnyilatkozati eljárást, amelyet azonban az akkori bizottsági elnök egyszerűen lerúgott, úgyhogy reméljük, hogy most a rendkívül, különösen politikusok tekintetében aktívvá váló Nemzeti Adó- és Vámhivatal érdemben fog vizsgálódni. A demokratikus koalíciót érdekelni az is, hogy Lázár János miként fizette ki 23 millió forintos csehországi vadászatát, vagy miképpen tudott megvenni egy 70 milliós budai lakást, holott a fizetése mértéke egyiket sem igazolta, és ebben már nem csak a képviselője, hanem a miniszteri fizetését is beleértjük. És a demokratikus koalíció azt is szeretné tudni, hogy Mészáros Lőrinc magyar állampolgár, aki történetesen Felcsút polgármestere, miként felejthetett el 1 milliárd forintot beírni a vagyonnyilatkozatában, minden további következmény nélkül, és miképpen történhetett meg az, hogy Orbán Viktor hatalomra jutásáig csak egyszerű gázszerelőként tevékenykedő magyar állampolgár pár év alatt az ország egyik legnagyobb milliárdos oligarchája lett. Miközben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a keményen dolgozó embereket folyamatosan vegzálja, láttuk az elmúlt években, hogy a politikai nagyhalakat pedig futni hagyta. Valószínűleg beállt egy kegyelmi állapot, úgyhogy reményeink szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ennek a három magyar állampolgárnak a vagyonosodási vizsgálatát le fogja folytatni. Ugyanakkor szeretnénk világossá tenni, hogy az Orbán kormány bukása után nem csak a fideszes és KDNP-s politikusok követhetetlen és igazolatlan gazdagodását, hanem az őket mindezidáig futni hagyó adóhivatalt is független szakértőkkel kell átvilágítatni, és érdemi válaszokat kell kapni arra, hogy még egyszer mondom, hogyan lehetséges az, hogy a keményen dolgozó embereket, vállalkozásokat folyamatosan vegzálja az adóhivatal, miközben a politikai nagyhalakat pedig futni hagyja. Nagyon reméljük, hogy a demokratikus koalíció ezért is teszi meg ezeket a lépéseket, hogy a NAV ez egyszer végre kivizsgálja Orbán Viktor, Lázár János és Mészáros Lőrinc magyar állampolgárok vagyongyarapodását. Köszönöm szépen, és hogyha van bármilyen kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok. A Hende Csaba féle mentálmi jog felfüggesztés arra, talán a sajtó is emlékszik, magyar táviratiról jelen volt a kampányban Hende Csaba kunszállási fórumán, ahol azt állította, hogy ellenem vádat emeltek, amit az ügyészség aztán nagyjából 3 másodperc alatt megcáfolt. Ez volt az az ügy, amelyben beleszembe feljelentést tettem, mert hogy utána nem
kért elnézést, hanem még egyszer megismételte, hogy hát ő nem tudja követni, hogy ezekben az ügyekben mi van. Akkor az ügyészség világossá tette, hogy ellenem semmiféle eljárási cselekmény nem folyik, sem akkor, sem most. A másik ügy, az meg most bizonytalan vagyok, hogy arról egyáltalán beszélhetek-e újabb feljelentés nélkül. Három darab írásbeli kérdést tettem fel a legfőbb ügyésznek egy céggel kapcsolatosan, amelyek egy vádirat szerint, amely a birtokomba került, valótlan tartalmú számlákat állított ki. A legfőbb ügyész megerősítette, hogy a vádirat létezik, de hogy a céggel szemben nagy valószínűséggel büntethetőséget kizáró ok miatt, amit nem tudok, hogy micsoda, mert az legfőbb ügyész nem volt hajlandó megmondani, nem emeltek vádat. Ennek a cégnek a vezetője, tulajdonosa, igazgatótanácsának a tagja, az egy helyi fideszes politikus, aki úgy gondolta, hogy attól, hogy ez a vádirat van, attól, amit én állítottam, a legfőbb ügyész mondandója alapján az nem igaz. Azért, hogy bizonytalan vagyok, hogy most megismételhetem-e újra, vagy akkor megint fel fognak jelenteni. Igen, ő feljelentést tett ebben az ügyben rágalmazás miatt, és kérte a mentelmi jogom felfüggesztését, vagy tehát kérték a... Azt javaslom, mert még egyszer mondom, már most így bizonytalan vagyok, ebben a nagyon furcsa ügyben, ahol az vádirat szerint is valótlan tartalmú számlákat állítottak ki, de nem emeltek vádat, hogy tekintsék át az országgyűlés honlapján a legfőbb ügyésznek föltett tavaly augusztusban föltett három darab kérdést, és az arra adott ügyész, legfőbb ügyészi választ. Jó, mert mégiscsak jogkövető polgár kívánnék lenni ebben az ügyben. Ha nincsen több kérdés, akkor nagyon szépen köszönöm, további szép napot.